Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklós vagyok. Egyébként tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól, nemtől függetlenül. Hogy tetszik nektek ez a jelenlegi világ? Szép új világunk van. Ha? Holnap még újabb világ lesz, holnap után még újabb, ne? Egyre minden nap újabb és újabb világ. Tehát egy érdekes világban élünk, ahol az emberek meg szerintem azért az a legnagyobb problémájuk, hogy megetetik őket. Megetetik olyan gondolatokkal, amelyik az hát nem az övé, és nem is tud az övé lenni. És az emberek azt hiszik, hogy azok a gondolatok, amiket hall a médiából, az olyan életet okoz számára, amely nem jó. Tehát most gondoljuk végig, hogy ha az ember mondjuk nem találkozna olyan problémával, ami közvetlenül őt nem érinti, tehát közvetlenül őt nem érinti, akkor vajon az jobb lenne neki, vagy rosszabb? Tehát mit tudom én, mondjuk a szomszéd elmeséli neki a problémáit, az akinek elmeséli a szomszéd a problémáit, annak jó az, vagy rossz? Hát a problémát mesél, akkor nem. Na most, ha mondjuk az ember a világ híreiről értesül, nem a jó hírekről, a rossz hírekről, ami ugye közvetlenül nem érinti őt, az jó neki, vagy rossz neki? Hát ha nem érinti, akkor jó. Közvetlenül nem érinti. Hát nem az, hogy hallja, nem az, hogy érinti, vagy nem, az, hogy hallja. Az jó neki, vagy nem? Tehát, hogyha olyan híreket, információkat hallunk, amihez semmi közünk. Mi az, hogy semmi közünk? Tehát nem tudsz ráhatni. Tehát bármilyen dologra, ami rossz, és hallgatod azt, amire nem tudsz hatni, akkor az neked jó, vagy rossz? Hát nem semleges. Hát a hangulatodat rontja, vagy javítja. Tehát egy rossz hír. Tegye már föl az a kezét, akinek egy rossz hír javítja a hangulatát. Neked javítja a hangulatot? A rossz hír. A rossz hír. Ha kinek? Hát majdnem hát én még olyan embert nem láttam, aki életemben, pedig több mint 100 000 emberrel foglalkoztam már, akinek a rossz hír javítana a hangulatát. Nincs olyan. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ha a rossz hír javítja a hangulatát, az elnyomó. Mert az így van, mert az elnyomók foglalkoznak állandóan rossz hírekkel, és gerjesztik a rossz híreket azért, hogy rossz hangulatot csináljanak a szociális embereknek. Tehát az elnyomókat érdeklik a rossz hírek, az elnyomók generálják, hozzák létre a rossz híreket, hogy ezzel elnyomják a jó embereket. Ugye az elnyomók azok nem jó emberek, rossz emberek. Tehát ők foglalkoznak rossz hírekkel, és szeretik a rossz híreket. Ez a Föld 20%-a. De abból is, akik nagyon szeretik a rossz híreket, ez a 4%.
Tehát a 20%-hoz 20%-a. Miért? Mert arra használják fel, hogy az emberek a környezetükben rossz hangulatúak legyenek. Tehát ez úgy működik, tehát az a baj, hogy ilyeneket nem tanítanak az embereknek, hogy ez úgy működik, hogy a rossz hangulatú, nem, a jobb hangulatú, az irányítja a rosszabb hangulatot. Érted? És a rosszabb hangulatú úgy akarja irányítani a jobb hangulatot, hogy rossz hangulatúvá teszi. Rosszabb hangulatúvá teszi, mint amilyen ő. Értitek? Tehát minden rossz hangulatú ember úgy akarja irányítani a jó hangulatot, hogy rosszabb hangulatba teszi, mint amilyen hangulatban van ő. Ehhez nyilván, hogy egy jó hangulatú ember rossz hangulatú legyen, rossz híreket kell neki mondani, rossz dolgokat kell mondani. Világos, hogy rossz dolgokat kell velük csinálni, hogy rossz hangulatúak legyenek. Érthető ez? Tehát a rossz hírek, a rossz hangulat az egy eszköz a rossz hangulatú emberek kezében. Tehát az antiszociális elnyomók, tehát ugye ez a kettő ugyanaz. Antiszociális az elnyomó. Az elnyomó az antiszociális. Oké? Okay? Tehát az elnyomók az felhasználják a rossz híreket, a rossz dolgokat, a helytelen cselekedeteket a jó emberek rossz állapotba hozására. Oké? Okay? Csak hogy tiszta és világos legyen. Ha valaki ezt nem hiszi, akkor nézzen körül. Az elnyomók fogják nem hinni. Jó? Hogy ez így van. Azért, mert ezt ők csinálják. Jó? Tehát nyilvánvaló, hogyha te találkozol egy olyan dologgal, ami téged érint, de rossz, akkor azt nyilván nem homokba dugod a fejedet, hanem azért kell, hogy érdekeljen, hogy megold azt a dolgot. Nyilvánvaló. De olyan dolgok, amihez semmi közöd. Amire, mi az, hogy semmi közöd? Nem tudsz ráhatni. Tehát ahhoz van közöd, amire hatást tudsz gyakorolni. Amire nem tudsz hatást gyakorolni, ahhoz semmi közöd. Világos ez? Még akkor sincs, ha azt akarják, hogy legyen hozzá közöd. Világos? Kik akarják, hogy legyen hozzá közöd? Hát az antiszociális emberek. Világos voltam? Jó, tehát azok az emberek, akik szociális emberek, ezeket nem tudják meg, ezeket az ilyenfajta információkat nem tanítják az iskolában. Nem jelenik meg a médiában, hogy így működik az ember. Hogy így működnek az antiszociális emberek, és azért, hogy irányítsák, hát nézd meg, mindig így működik. Ha te szociális párkapcsolatban élsz, tehát a feleséged, vagy a férjed szociális, vagy a párod szociális ember, amikor te rossz hangulatba kerülsz, mi az első dolgod? Megpróbálod rossz hangulatúvá tenni a párodat. Miért? Hogy irányítsd. Érted? Gondold végig, hányszor találkoztál olyannal, hogy mondjuk a párod azért lett dühös, mert nem azt csináltad, amit ő akart. Ki az, aki találkozott már a párkapcsolatában ilyennel? Tegye már fel a kezét. Oké? Okay. Tehát a párkapcsolatban, az emberi kapcsolatokban, az emberekre jellemző, nem csak a párkapcsolatokban, az szorosabb emberi kapcsolatokban, hogyha a másik nem azt csinálja, amit te akarsz, amit te szeretnél, akkor elkezdesz vele úgy működni, hogy elérd, hogy azt csinálja, amit te szeretnél. Na most ez úgy működik, hogyha hangulatban magad alá gyűröd, akkor onnantól kezdve irányítod. Tehát ezért van most egy olyan társadalom, hogy a nők
uralják a párkapcsolatukat általában. Ha ezt körülnéztek, akkor mondjuk körülbelül azt látni, hogy 10-ből 6-7 esetben a nők az erősebbek, az uralkodók a párkapcsolatban. De tudjátok miért? Nagyon egyszerű. Mert jobb hangulatúak, mint a férfiak. Oké? És az uralja a párkapcsolatot, aki a jobb hangulatú. Ha túlságosan nagy a hangulati különbség a két ember között, akkor az nem jó, mert nem tudnak ugye hosszú távon együtt lenni azért, mert a kommunikációjuk az nagyon távol áll egymástól. Tehát ugye egy olyan ember, aki egy kicsit jobb vagy egy kicsit rosszabb hangulatú, mint a másik, akkor a kommunikációjuk az viszonylag közel áll egymáshoz. De amint a két embernek a hangulata eltávolodik, hát gondold végig, amikor te jó hangulatban vagy, vagy most gondold végig, abban a hangulatban, amiben most vagy, hogy szívesen kommunikálnál egy nagyon rossz hangulatú emberrel? Ki van csukva? Ki van csukva? Érted? Tehát a nagy hangulat különbségeket az emberek egymással szemben nem tolerálják. Tehát nem fogadják el. Ezért azt jelenti, hogy amikor a párkapcsolatban két ember összejön, ezek most tanítások, de módszert úgy se adok, két ember összejön. Azért tud két ember összejönni, mert a hangulatuk az viszonylag egyező. És ha két embernek viszonylag egyező a hangulata, akkor nagyon jól tudnak egymásra kommunikálni. Tehát két ember, ha viszonylag egy hangulatú, akkor azonos a viszonylag azonos a nézőpontjuk. És viszonylag úgy látják a dolgokat. Viszonylag. Tehát ahogy látják a dolgokat, az viszonylag közel áll egymáshoz. Ezért jól el vannak, mert meg tudnak egymással beszélni dolgokat. Világos ez? De a két embernek a hangulata nagyobb mértékben különbözik, akkor nem tudnak ellenni egymással. És ezért mennek szét a párkapcsolatok, mert valami olyan történések történnek a családban, tehát ami azt jelenti, hogy a párok között, ami eltávolítja a két embernek a hangulatát. Tehát mondok példát. Tehát mondjuk van két ember, az egyik békésebb, a másik idegesebb vérmérsékletű. Oké? Na most, de mivel közel egy hangulatúak, össze tudnak jönni. Tehát összejönnek, és tök jó párkapcsolatuk van. Addig, ameddig nem jönnek a problémák. Mert az ideges vérmérsékletűt a problémák sokkal jobban fogják frusztrálni, mint a nyugodtabbakat. Oké? Ezáltal az idegesnek sokkal hamarabb, sokkal tartósabban leromlik a hangulata, mint a nyugisnak. És az ember úgy működik, hogyha sok problémát él meg, akkor tartósan lecsökken a hangulata, és úgy marad. Tehát az embernek van egy általános hangulata. Oké? És az embernek az általános hangulata lejjebb csúszik. A másiknak, mivel ő egy nyugodtabb, békésebb, neki nem csúszik lejjebb. Vagy csak egy picivel. A másiknak, aki idegesebb típus, sokkal lejjebb csúszik. Ezáltal mi történik? Már is onnantól kezdve, ha a hangulatuk nagy mértékben eltávolodott egymással, nem tudnak egymással ellenni. És mi lesz? Elválnak. Oké? És a párkapcsolatok, akármilyen hihetetlen, azoknak a zöme, a nagyon nagy része emiatt esik szét. Oké? Hogy egy olyan világban élünk,
ahol a frusztráltabb, idegesebb emberek, azok hamarabb rosszabb hangulatba kerülnek, mint a nyugisak, és nem tudnak ellenni egymással, mert egy idegbeteg egy nyugissal nem tud ellenni. Világos ez? A nyugis azért nem tud ellenni, mert a másik idegbeteg, az idegbeteg azért nem tud ellenni a nyugissal, mert az meg mindenért nyugodt. Világos voltam? Oké. Okay. Jó, tehát, de ez azt jelenti, hogy most gondold végig, most idézőjelben az idegbeteg, mert így szoktuk nevezni azt, aki nagyon hamar fölidegesíthető. Oké? Okay? Aki mindenre ugrik. Na most, tehát gondold végig, a régi világban úgy házasodtak, úgy létesítettek párkapcsolatot emberek, nem is kellett, hogy házasodjanak, maradjunk abban, mert nem rögtön azzal kezdődött a párkapcsolat, hogy összeházasodtak, hanem azzal, hogy összejöttek. Oké? Okay? Tehát úgy jöttek régen össze emberek, hogy gyerekkortól ismerték régen egymást. Gyerekkortól, érted? Tehát ami azt jelenti, nyilván a városokban ez azért nem annyira volt így, de vidéken ez így volt. Nekem vannak olyan rokonaim, akik még így házasodtak össze, hogy gyerekkortól ismerték egymást. Magyarul nem volt zsákba macska. Nem volt zsákba macska a gyerek, és nem volt zsákba macska a szülő. Miért mondom, hogy a szülő? Mert nagyon fontos szerepet tölt be a szülő. Ugyanis, ha hülye a szülő, hülye lesz a gyereke. Érted? Tehát, most gondold végig, a mai párkapcsolatban összejönnek emberek, és mikor ismerik meg sok esetben a szülőt, egymás szüleit? Hát mikor a házasságot már intézik. Oké? Okay? És olyankor mit mutat a szülő? Jó képet a másik szülő felé. Jó képet mutat. Oké? Okay? Hát mert rövid ideig találkoznak, az alatt minden lehetne jó képet mutatni. Igen ám, de aztán utána kiderül, hogy elbaltázott szülők vannak. Oké? Okay? És hát elbaltázott szülőknek elbaltázott gyerekük lesz. Nem véletlenül mondták, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Tehát a párkapcsolatban a nők szerepe meghatározó. Csak nem 80%-ban meghatározza a párkapcsolatot a női szerep, hogy a nő hogy működik. Ezért nem a férfira találták ki ezt a mondást, hogy nézd meg az apját, vedd el a fiát. Ilyen mondás nincs. De olyan van, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Miért? Mert ha jól működik egy nő, akkor a férfi az idomul. Tényleg. Ha jól működik egy nő, jól működik egy férfi, azt mondtam? Nem, nő. Jó, azt mondtam, hogy nő. Tehát jól működik egy nő, akkor a férfi idomul. Fordítva nem igaz. Maradjunk egyben. Jó? A nő az képes arra, hogy alkalmazkodjon, arra képes, de arra nem, hogy idomuljon. Oké? Okay? Az két különböző dolog. Tehát az idomulás az azt jelenti, hogy megváltozik. A nő hatására a férfi megváltozik. A nők általában, igaz, a nők általában a férfi hatására nem szoktak megváltozni. Nem szoktak, de alkalmazkodnak. Tehát a férfi az idomul, de nem alkalmazkodik. A nő az alkalmazkodik, de nem idomul. Oké? Okay? Az idomulás az azt jelenti, hogy megváltozik. Az alkalmazkodás
révén nem változik meg, maradnak a tulajdonságai, csak elnyomja. A saját rossz tulajdonságait elnyomja. Oké? Okay? Ez az alkalmazkodás. Jó? A férfi az pedig megváltozik. Az megváltozik. Tehát nem alkalmazkodik, a férfi nem nyomja el a rossz tulajdonságait, ezt felejtsétek el, hölgyek, hanem ha jól működik a nő, akkor a férfi az idomul. Oké? Okay? Tehát megváltozik. Na most, tehát mivel a nők dominálnak abban, hogy hogyan működik a párkapcsolat, oké? Okay? Tehát a nőktől függ, pont emiatt a két tulajdonság miatt. Hogy a nők alkalmazkodóbbak, a férfiak pedig idomulnak. Tehát ezért szokták a nők azt csinálni, hogy nem baj, majd idomítom. Oké? Okay? Mert tudják, a nők eleve a génjeikbe hordozzák, hogy a férfiak, tehát nem tudják, mert nem tanítják nekik, de a génjeikbe hordozzák, hogy a férfiak azok megváltoznak, ha a nő jól működik. De fordítva is, a férfiak megváltoznak, ha a nő rosszul működik. Oké? Okay? Általában a nők nem változnak meg attól, hogy rosszul működik a férje, a párja. De a férfiak megváltoznak. Tehát például, mondok példát, hogy világos legyen. Ha te túlerőteljes nő vagy, és nem fordult még pohárhoz a férjed, akkor majd fog. Mondom előre. Jó? Mert még csak azért nem fordult pohárhoz, mert még túlságosan szeret. Ha nem fog annyira más szeretni, akkor elkezd alkoholizálni. Jó esetben. Rosszabb esetben már lehetőség van arra, hogy drogozzon. Oké? Okay? Jó? Tehát minden férfi úgy lett alkoholista, hogy a környezetében volt egy erőteljes nő. Az vagy az anyja volt, vagy a felesége, vagy a barátnője. Oké? Okay? Egy eset van még, ami múltban változtatta ezt a három helyzetet, hogy katonaságnál sokan rászoktak a piára. De már nincs katonaság. Oké? Okay? Legalábbis sorállományú katonaság nincs. Tehát ami azt jelenti, hogy én ismerek olyan embereket, akik nem alkoholizáltak, pedig már volt párja, és a katonaságnál szokott hozzá a piához, hozzászoktatták a piához. Jó? De ez is egy figyelmeztetés a nőnek, mert ha valaki mondjuk a katonaságnál szokott hozzá a piához, most nincs, mondom, sorállományú katonaság, akkor azt jó, ha tudja a nő, hogy a férfi az gyenge akaratú. Mert nem tudott ellenállni a piának. Oké? De más eset, hogyha a férfi mellett él egy erőteljes nő, és ha csökken a szeretet, azért nem a szerelemről beszélek, mert az mulandó. Oké, okay, az max. Két év, sok esetben egy nap vagy kettő. Oké? Okay. És elmúlik. Tehát max. Két év. Mikor valaki azt mondja, hogy hát én évtizedek óta szerelmes vagyok az anyádba, az hazudik, jó? Vagy az apádba, az hazudik. Nem szerelmes, szereti. Csak nem tudja, mi a különbség a szeretet és a szerelem között. Jó? Szóval, lényeg, hogy gondoljátok végig, hogy milyen mértékben határozza meg az emberek hangulatát az élet. Érted? Tehát, hogy az életben őt mit fogad be? Mire kíváncsi?
mivel kerül kommunikációba. Az a kommunikáció, tehát az is kommunikáció, hogyha te hülyeségeket hallgatsz az interneten, vagy nézel. Érted? Az is kommunikáció, mert kommunikálnak veled. Tehát nem csak az a kommunikáció, amikor te beszélsz. Tehát most ez is egy kommunikáció, amikor én beszélek hozzád. Oké? Ez is egy kommunikáció. Most kommunikációban vagyok veled, mert figyelsz rám. Ha két ember beszél, de nem figyel egymásra, akkor azok nincsenek kommunikációban. Oké? Tehát csak akkor vannak kommunikációban, ha figyelsz arra a másikra. Tehát az interneten és az egyéb médián keresztül az embereknél elérték, hogy minden hírt meghallgassanak. Hát szó szerint, ami eléjük kerül. Megnézzenek. Ugye azért van a szemünk, hogy nézzünk, a fülünk azért, hogy halljunk. Jó? Tehát ezen a két csatornán befogadjuk a rossz híreket. Márpedig, ha megnézed, hát a médiában, a tévében van egy olyan szabály, nem tudom még életben van-e, de régebben volt, hogy 10-ből legalább egy jó hírnek kell lenni. Emlékeztek? Nem tudom, hogy ez még életben van-e, mert már lehet, hogy nincs, mert mintha már nem veszem észre, hogy lenne egy ilyen, de régebben volt. Tehát körülbelül ezek az arányok, hogy körülbelül 10-szer annyi a rossz hír, amivel találkozhatsz, mint a jó hír. Ez nem azt jelenti, hogy több a rossz hír a világban, mint a jó hír. Nem, nem. Valószínűleg a jó hír az több, mint a rossz hír. Hidd el. Csak neked azt nem közlik. Érted? Nem közlik veled. Oké? És ráadásul az emberek beszélgetéseinél is általában azt látod, hogy több olyan ember van, aki rossz dolgokról beszél, mint olyan, aki jó dolgokról beszél. De miért? Mert azok az emberek, akik rossz dolgokról beszélnek, azok nem jó hangulatúak. Tehát ez úgy működik, hogyha az embernek leromlik a hangulata, akkor elkezd abban az arányban, amilyen mértékben leromlik a hangulata, abban az arányban elkezd a rossz hírekre fogékony lenni, és a rossz híreket továbbadni. Oké? És a jó hírekkel nem foglalkozik, vagy a jó híreket blokkolja. Oké? Tehát a médiában, ha megnézed a híralkotókat, akik híreket nyújtanak az embereknek, azoknak a zöme, a nagyon nagy része, az valószínűleg rossz hangulatú ember, mert blokkolja a jó híreket, és továbbadja a rossz híreket. Sőt, még a rossz híreket tovább színezi, hogy még messzebb kerüljön a valóságtól. Tehát a rossz hírek, jó, ha tudod, mindig negatív irányba, tehát hogy még rosszabb legyen a hír, színesítve van. Oké? Színesítve van. Tehát minden rossz hír így működik, ami hozzád elér, arra lehetne azt mondani, hogy a fele sem igaz. Oké? Simán. Tehát az emberek, ha rossz hangulatúak, akkor egy olyan tulajdonságuk jön elő, minél rosszabb hangulatú egy ember, hogy minél rosszabb hangulatú, annál inkább a rossz hírt is még rosszabbá teszi. Világos ez? A jó embernek, tehát a jó hangulatú ember, az meg pont fordított. A jó hírt színezi még jobbá. Érted? Tehát a jó hírt még jobbá színezi. No szóval, és hol van az átmenet? Kérdezem azoktól, akik itt tanulnak.
Hol az átmenet? Hol van, hogy onnantól rossz felé fordítják, onnantól pedig jó felé fordítják? Hanyas hangulat? Nem. Három, így van. Hármas. Így van. A hármastól. Jó? Az pedig ugye az érdeklődés szintje. Nem az enyhe érdeklődés, nem az erős érdeklődés, hanem az érdeklődés szintje. Tehát a fölött az ember elkezdi a jó híreket hiszínezni, még jobbá tenni, az alatt pedig elkezdik az emberek a rossz híreket még rosszabbá tenni. Jó? No. Hát most ezt nem tudták, hogy mi az, hogy hármas, azok, akik nem tanulnak itt. Van nekünk egy hangulati skálánk, ami a haláltól egészen a lét derűs nyugalmáig terjed, és az azt jelenti, hogy minden hangulat be van kategorizálva, hogy milyen hangulaton, milyen tulajdonságokkal tud az ember találkozni. Jó? Tehát milyen hangulaton, milyen tulajdonságokkal tud az ember találkozni. Hát nyilván azok az emberek, akik nem tanulnak itt, hát ezt nem fogják megtudni. Jó, tehát ugye úgy keveredtem ide a párkapcsolathoz, hogy világossá váljon a párkapcsolatban is, hogy mennyi, milyen hatással van az emberre a hangulatváltozás. Tehát, ha megnézitek, a fiatalok ezt nem tudják. Régen az embereknek olyan volt a hangulata, hogy csak a haláluk előtt romlott el. Hogy mennyivel a haláluk előtt, ez most részletkérdés, hogy egy nappal, vagy egy évvel, de viszonylag közel a halálukhoz. Romlott le a hangulatuk. És ami azt jelenti, hogy egész életükben viszonylag jó hangulatúak voltak. Honnan tudni, hogy a társadalom jó hangulatú vagy nem? Jó? Ez úgy működik, amikor tanuljuk ezeket a dolgokat, hogy amikor egy ember jó hangulatú, akkor képes arra, tehát minél jobb hangulatú egy ember, hogy minél megvalósítóbb legyen. Tehát minél jobb hangulatú valaki, annál könnyebben megvalósít dolgokat. Oké? És annál több dolgot valósít meg életében. Tehát egy rossz hangulatú ember egy év alatt nem tud annyi dolgot megvalósítani, mint egy jó hangulatú egy hét alatt. Világos voltam? Sőt, sok esetben egy rossz hangulatú ember, egy nagyon rossz hangulatú ember 10 év alatt nem valósít meg annyit, mint egy jó hangulatú ember egy hét alatt. Világos ez? Na most, honnan tudni, hogy rosszabb hangulatú társadalom? Hát nagyon egyszerű. Az emberek sokkal, de sokkal a ma világában lustábbak, mint régen. Ami azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal kevesebb dolgot valósítunk meg életükben, mint régebben az emberek. Világos ez? Tehát a társadalomban, az átlagemberekről beszélek, jó? Tehát nem arról, akik ilyen nagy dolgokat hoznak létre életükben, a társadalom megnézed, a társadalom nagy része, az nem dolgos. Az én gyerekkoromban a társadalom nagy része dolgos volt. Érted? De akkor úgy dolgoztak, hogy vidáman fütyűrészve. Most soha nem látsz ilyet. Soha nem látsz olyat, hogy az emberek fütyűrészve dolgoznának. Érted? Tehát akkor, amikor az emberek jó hangulatúak voltak, brutál mennyiségű munkát tudtak végezni. Érted? Ami azt jelenti, hogy
eszméletlen dolgot, sok dolgot meg tudtak csinálni. Érted? Most egy élet során a legtöbb ember nem csinál meg annyi dolgot, mint akkor pár év alatt egy, az emberek nagy része. Érted? Egy élet során. Azért, mert akkor jó hangulatúak voltak. És mi történt? Elérték, hogy az emberek fogékonyak legyenek a rossz hírekre. És ezáltal az ember úgy működik, hogy a legjobban alkalmazkodó lény, az egyik legjobban alkalmazkodó lény a bolygón. És az azt jelenti, hogy ha nyomják a rossz híreket, akkor alkalmazkodik ahhoz a környezethez. Tehát hogy? Rossz hangulatúra válik. Ez az alkalmazkodása. Érted? A sok rossz hírtől rossz hangulatúra válik. És nézd meg a társadalmat. Erről szól. Oké? Régen nem tudtál úgy elmenni egy autó mellett, hogy nem szólt benne zene. És az ne hallatszott volna ki. Érted? Most alig hallasz olyan autót, amiben zene szól. Pedig nem valószínű, hogy fülhallgatóval hallgatják az autóban a zenét. Oké? Tehát régen végigmentél egy utcán, és több házzal találkoztál, ahol szólt úgy olyan hangerővel a zene, hogy kihallatszott. Most menj végig. Nem hallasz zenét. Érted? Tehát az emberek sokkal, de sokkal rosszabb hangulatúak lettek, mint voltak. És ez annak köszönhető, hogy alkalmazkodtak a sok rossz hírhez. Tehát gondold végig, egy embernek általában nem túl sok problémája van. De ha magára vesz problémákat, például a gyerekei problémája. Akkor már több van. Szomszédok problémáját, barátok problémáját, rokonok problémáját magára veszi. Azzal hogy fog ennyi problémával boldogulni? Főleg úgy, hogy azokhoz a problémákhoz semmi köze. Semmi köze. Oké? Tehát az ember alkalmazkodik ahhoz a világhoz, amiben van. De ez az alkalmazkodás, ez jó, csak az a baj, hogy ez nem tudatos. Mert ha ezt a képességünket tudatosan alkalmazzuk, akkor semmi baj, baj nincs vele. Akkor van, hogyha ösztönösen csináljuk, mint az állatok. Hát gondold végig, nálunknál csak két lény, amely alkalmazkodóbb, két állat. Az egyik a patkány, a másik a csótány. Érted? Ez a két állat, amelyik alkalmazkodóbb. De ez azt jelenti, hogy ők ösztönösen alkalmazkodnak, mert nincs tudatuk. Az embernek van tudata, de az ember mégis a mai világban nagy részben ösztönösen alkalmazkodik. Ha tudatosan alkalmazkodnánk, az tök jó lenne. De ha nem tudatosan alkalmazkodunk, hanem úgy, mint az állatok, akkor ez nagyon rossz az embernek. Hát gondold végig, miért jó az neked, hogy rossz hangulatú vagy? Miért jó az neked, hogyha úgy nézel ki a fejedből, mint egy birka? Az miért jó neked? Mint akinek nincs értelem a szemében, mert a birkának sincs értelem a szemében. Oké? Miért jó az neked? Mondod végig. Hát az ember azért ember, hogy értelem látszódjon a szemébe. Nem? Nem? Ha nem úgy nézünk ki, már mint a birkák. De.
De ezt akarják elérni, hogy úgy legyél, mint a birka. Sok embernél ez már sikerült is, el is érték. Sőt, mondhatjuk azt, hogy az emberek többségénél sikerült elérni, hogy birkaként nézzenek ki a fejükből. Hogy értelem, az ne sugározzon a szemükből semmi. Érted? Miért volt ez nekik jó? Hát ahhoz, hogy a fogyasztói társadalmat úgy tudják működtetni, ahogy most működtetik, meg fogják még inkább, mert ugye az a terv, ahhoz az embereket ilyenné kellett tenni. Tehát az emberek többsége most így működik már, hogy gyakorlatilag azt csinálja, amit mondanak neki. Érted? Gondolkodnia nem kell. És ezt mivel érték el? Hát nagyon egyszerű. Az alkalmazotti léttel. Avval érték el. Az alkalmazotti létben a legtöbb embernek olyan munkája van, ahol nem kell gondolkodni. Megmondják neki, hogy mit csináljon, és mint egy robot csinálja. Nem kell gondolkodnia. És az azt jelenti, hogy ugye, és nagyon érdekes, mert a kezdeti alkalmazotti lét, az mind robot munka volt. Az mind robot munka volt. Gondoljátok végig. Hát ráállították az embereket a futószalagra a múlt század első felébe, és ott mit kellett gyakorlatilag gondolkodni? Utána lettek olyan foglalkozások már, ahol gondolkodni kell, mondjuk a számítógépprogramozók, érted? Vagy mondjuk valaki valamilyen számítással kapcsolatos dolgot végez, ott is kell gondolkodni, érted? Vagy mit tudom én. Tervezni kell valamit, ott is kell gondolkodni. De kezdetben nem ilyen munkákra alkalmazták az alkalmazottakat, hanem robot munkára. És hogy tudták rávenni a robot munkára? Hát nagyon egyszerű, hogy napi bérezést adtak. És addig, míg mondjuk az állattenyésztéssel, vagy mezőgazdasággal, vagy kisvállalkozással foglalkoztak, addig nem volt napi bér. Örültek, hogyha havonta volt jövedelem. De sok esetben évente egyszer-kétszer volt jövedelem. Érted? És azt kellett beosztani egész évre. Ahhoz képest mennyivel csábítóbb volt a napi, hogy napi szinten fizetnek. Oké? És ez bevált, mert az emberek egy jó része fogta és feladta azt a fajta tevékenységet, amiben gondolkodni kellett, és elment olyan tevékenységbe, ahol naponta fizettek, és nem kell gondolkodni. Oké? De most, ha valaki alkalmazottként dolgozik, de gondolkodni kell, akkor kinek gondolkodik? Magának? Nem. Másnak gondolkodik, érted? Tehát nem a maga hasznára gondolkodik. Én ismerek olyan embert, aki az maga szakterületén zseni. Érted? Informatikus. Zseni. De ugye ahhoz, hogy elhelyezkedjen, ahhoz fel kell adnia azt, hogy ő zseni. Érted? Mert alkalmazottként neki meg fogják mondani, hogy ő mit csináljon. Érted? Nem azt csinálhat, amit akar. Ezért már meg nem érted zseni. Tényleg. És nem tud a szakterületén dolgozni, mert az nem megy, hogy
szabad is legyen, érted? Azt alkosson, amit akar, meg ne dirigáljanak neki, érted? Ez a kettő nem megy. Tehát ezáltal meg nem érted Jenny-ként, feladta a szakmáját. Érted? Feladta azt, amiben nagyon jó lenne. Érted? Vagy nagyon jó volt. De ugye sokan megalkudnak. Ő nem. Bár megalkudott ő is, mert elment más szakterületre pénzt keresni. Jó? Tehát az emberek így működnek, hogy megalkudnak. Jó? Tehát egy olyan világban élünk, ahol van egy nagy probléma. Az a legnagyobb probléma, hogy szépen akarom ezt kifejezni. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy az emberek azok úgy működnek, mintha nem emberek lennének. Tehát mi jellemzi az embert? Hogy megértsük. Hát az embert azt jellemzi, hogy egészséges. Az embert azt jellemzi, hogy szeret. Érted? És szerethető. Tehát szeret és szerethető. Az embert azt jellemzi, hogy elismerést ad és kap. Az embert azt jellemzi, hogy szabad. Érted? Szabad és nem rabszolga. Egy szabad lélek. Érted? Tehát azért van szabadság érzete az embernek, vagy azért kellene, hogy legyen, mert van benne egy szabad lélek. Érted? És teremtő. Tehát képes a teremtésre. Érted? Tehát meg tud teremteni bármit, amit meg akar teremteni. Érted? Van ez az öt jellemző tulajdonsága az embernek. Na most gondold végig, ehhez képest mit csináltak az emberre? A legtöbb ember beteges. A legtöbb embert nem szeretik és nem tud kit szeretni. A legtöbb ember nem kap elismerést és nem is tud adni elismerést, mert nincs kinek. A legtöbb ember egyáltalán nem érzi azt, hogy szabad lenne. És a legtöbb embernek nincs elég pénze. Érted? Tehát gyönyörűen elérték, hogy ez az öt létszükséglete az embernek, ez így háttérbe kerüljön. És akkor vágyódnak az emberek erre az ötre, és akkor megmarad vágyódás szintjén ez az öt. És ezt elérték. Az elmúlt 100 évben elérték. Pont körülbelül 100 éve kezdték el ezt csinálni. És elérték, hogy az ember így működjön. Hogy lemondjon erről az ötről. Érted? És ha az ember elkezdene gondolkodni, akkor végig gondolná azt, hogy enélkül az öt nélkül mit ér az élet. És hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez az öt létrejöjjön. Mert ez magától nem jön létre. Ha gondold végig, ott kezdődik a dolog, hogy mielőtt leszülettél volna, kiválasztottad a szüleidet. Érted? Ott kezdődik a dolog. És te választottad ki a szüleidet. És a szüleidet az előző életed kapcsán választottad ki. Hogy az előző életben mit csináltál, annak alapján választottad ki a szüleidet. Szabad lélekként. A létközi állapotban nem voltál testben, csak a lelked volt. És nem volt a lelkednek egója, mert a testet hozza létre az egót. Oké? Nem volt egód.
Tehát te reálisan képes voltál látni azt, hogy mit csináltál az előző életedben, végignézhetted az egészet, visszamenőleg, szabad lélekként, és annak alapján kiválaszthattál egy más, egy következő életet a Földön. Egy olyan életet, amihez választottál családot, akik majd létrehozzák benned azt, amit neked meg kell élned az előző életed miatt. Érted? Az előző életed miatt. Nem az előző előtti életed miatt, hanem csak az előző életed miatt. És a családod tett olyanná, a szüleid tett olyanná, amilyen vagy. Vagy ha még gyerek vagy, akkor tesz olyanná, amilyen leszel. Oké? Szóval, na most, de felnőttként az ember, akármilyen családja volt, vagy van, akármilyen szülei voltak, vagy vannak, akkor is gondolkodhat. Tehát gyakorlatilag mit csinálnak a szülők? Két dolgot. Mintát adnak, és tanítanak. Tehát ez a minta lehet rossz vagy jó? Ez a tanítás lehet rossz vagy jó? Ezt csinálják. Na most, gondold végig, tehát két dolgot tapasztal egy gyerek onnantól, hogy megszületik. Mintát és tanítást. Szülőként mindenki tudja, hogy pont ez így működik. Hogy mintát is adsz a gyerekednek, megtanítottad is, vagy tanítod is. Érted? Ha még van kisgyereked. Na most, és amikor az ember felnő, ezt miért felejti el? Tehát a gyerek olyan lesz, amilyen mintást látott, és amilyen tanítást kapott. Világos? És ha az ember változni akar, akkor ezt miért felejti el? Hogy ugyanez van felnőttként, és ugyanennek kellene lenni. Minta, tanítás. Tehát miért gondolja azt az ember, hogy felnőtt, és onnantól kezdve mert nem kell változnia. Ha hülyévét tettek, akkor hülyének jó lenni. Miért jó lenni hülyének? Érted? Tehát ez miért jó? Tehát az ember ezen változtathat. Tehát azért lettél olyan, amilyen vagy, mert olyan szülői mintát láttál amiatt, és olyan dolgokra tanítottak a szüleid, amire tanítottak. Ha nem csak a szülőktől tanultál, akkor azoktól az emberektől is tanulták, akik esetleg barátok, vagy tanárok, vagy akárkik. Érted? De tanultál, tehát nincs harmadik dolog. Amilyen most vagy, mikor, vagy voltál, mikor 21 éves lettél, azért lettél olyan, mert két dolgot csináltál. Minta és tanulás alapján. Érted? És azért lettél olyan. És utána még, de ez nem az a 21 év a leghosszabb időtartama az életednek, legalábbis remélem, hanem utána még várhatóan lesz 60-70-80 éved, még azon kívül, érted? És miért akarsz olyan maradni, mint amilyenné az első 21 évben tette? Tehát gondold végig, ha elkezdeném más, jobb mintákat elsajátítani, mint amik a szülők adtak. Ha elkezdeni jobb dolgokat tanulni másoktól, mint amit a szülőktől tanultál, akkor nem lehet, hogy jobb emberré válnál. Gondolkodj már! Ugyanúgy, ahogy a 21 évet végig
csináltad a minta alapján, meg a tanulás alapján, miért gondolod azt, hogy 21 év után már nem lehet tanulni, meg nem lehet mintákat elsajátítani? Miért gondolod? Jó, akkor most tegyék föl azok a kezüket, akik itt vannak már egy ideje, itt nálunk a PPH-nál, és láttak jó mintákat, jó? Ezeket? Oké, köszönöm szépen. Most azokat megkérem, hogy tegyék föl a kezüket, akik már itt tanultak jó dolgokat. Jó? Itt a PPH-nál. Oké. Köszönöm szépen. Jó? Tehát gondold végig. Itt, akik most itt vannak a teremben, azoknak a többsége, túlnyomó többsége, ugye, föltette a kezét. Miért? A túlnyomó többség, mert a túlnyomó többség már nem most kezdte a tanulást. Tehát lehet felnőttként is mintákat elsajátítani. Jó mintákat, de rossz mintákat is. Láttál te már olyan embert, aki felnőttként lesz alkoholista? Hm? Persze. Vagy felnőttként lehet, mit tudom én, mondjuk drogos? Hogyne, persze. Tehát az emberek változnak felnőttként is, ha arra szánják rá magukat. Jó irányba, vagy rossz irányba. Te kaptál mintákat a szüleidtől, kaptál nevelést a szüleidtől, és eldöntheted, hogy az jó minta volt-e, vagy lehetne azon szépíteni. Vagy eldöntheted, hogy jó tudást adtak át, vagy lehetne azon szépíteni. Itt vannak jó minták, itt van jó tanítás. Érted? És itt nincs rossz minta, és nincs rossz tanítás. Mert azt én nem engedem. Okay. A rossz mintákat rögtön kiszedem. Okay. Rossz tanítást meg nem adok. Maradjunk ennyiben. Jó? Tehát lényeg, hogy változhatsz. Érted? Nem kell annak alapján az életedet élni, amit a szülőktől hoztál. Miért kellene? Te nem édesapád vagy, vagy édesanyád. Te vagy. Érted? Te haladhatsz az életben innentől jó minták alapján. És haladhatsz használható jó tudás alapján. Hát most gondold végig, a szüleid ezekben a dolgokban mindben jó mintát mutattak? Az én szüleim nem. Minden jó tanítást adtak? Az én szüleim nem. De én már rég elhatároztam, hogy én nem apám vagyok. Sőt, gyerekkoromban elhatároztam, hogy nem is akarok olyan lenni, mint apám. Érted? Tehát itt van 10 terület. Ezen a 10 területen kellenek a jó minták. És kellenek a jó tudás. Érted? A használható tudás. Amit az ember használhat ezeken a területeken. És mi vagyunk az egyetlen ilyen hely a bolygón, akik ezt meg tudják adni. Nincs több. Nem Magyarországon, bolygó szinten mi vagyunk az egyetlenek. Oké? Miért? Nem azért, hogy ezzel pénzt keressünk. Nagy tévedésben élsz. A bevételnek a 76%-a az ki van fizetve azoknak a tanulóknak, akik hoznak tanulókat. Érted? És ez úgy van tervezve, hogy ki lesz fizetve 99%. Érted? Nem a pénzért csináljuk. Tudjátok, miért csináljuk? Mert különben hova jut ez az emberiség, ha az emberek nem fejlődnek? Hanem visszafejlődnek. Az lassan már úgy működnek, mint a majmok, érted? Nem is, mint a birkák, de mint a majmok.
Hát miért kellene visszafejlődni? Fejlődjünk, és mi hova jut ez az emberiség? Ha az emberiség tudatossági szintje egyre csökken. Hova jut? Milyen emberiség lesz ez? Mi lesz a jövővel? Tehát nem kellene egy olyan korszak, ahol az emberek képesek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni? Amit szeretett kornak vagy aranykornak neveznék. Nem kellene egy ilyen korszak. Ez a jó, amikor az emberek utálják egymást. Vagy legalábbis a hatalomban lévők utálják az embereket. Mert ez így van. Ez a normális. Hát ha nem utálnák az embereket, akkor nem lennének háború, nem lett volna a Covid, nem találnának ki mindenféle dolgot, hogy az embereknek a békéjét, a boldogságát tönkretegyék, érted? Hát ezt utálják. Egyértelmű utálják az embereket. És hova jut? Hova jut ez a társadalom? Ha fiatal vagy, akkor is megnézheted, mennyire emlékszel vissza, jobb volt. Jobb volt. Még 5 évvel ezelőtt is jobb volt, mint most. Még 5 évvel ezelőtt is jobb volt, mint most. Érted? Az, hogy egyeseknek óriási haszna lett abból, hogy az emberek nagy részének rosszabb, nem azt kell nézni. Hanem, hogy a többséggel mi lett. És hova jutunk, ha nem teszünk azért, hogy az emberek boldoguljanak? Értitek? Én ezért vagyok itt a bolygón, ezért születtem, ezért adom át a tudást. Jó? Hogy ez a bolygó fennmaradjon. És rajta az emberiség. És ehhez csinálunk rendszeresen képzéseket. Szerdán és vasárnaponként. Tehát minden szerdán. Az azt jelenti, hogy beszorozhatod az 52-t 2-vel, mert 52 hét van, ugye beszorozhatod 2-vel, az egy évben 104 képzés. És az két részből áll, mindig. Jó, és van egy első rész, ami ilyen felvilágosító. A második rész meg konkrét, ezekkel kapcsolatos képzés. Ez például 26 témára van bontva. 26 nagy témára van bontva ez a 10 terület. És egy téma az legalább 2-3 hónapos. Legalább, legkevesebb. De van olyan téma, például most az egészségteremtő kocs 5. hónapot csinálj. Jó? Az értéke, a piaci értéke az több mint 200.000 forint, maga a használati értéke pedig felbecsülhetetlen. És mennyiért nyújtjuk? 12.500 forint, nagyon akciósan, nagyon kedvezményesen, havi 30 óra képzés. Oké? Attól csak az első hónap tér el, az 19.700 forint. De a 19.700 forintos is megnézzük, az 660 forintra jön ki óránként. 660 forintért senkit nem képeznek ma a bolygón. A második hónaptól 420 forintra jön ki. Na, azt meg aztán végképp. Tehát, ha valaki sokalna ezeket az összegeket, akkor menjen oda tanulni, ahova akar. Ennyi. Jó? De ilyen fajta képzéseket, amit nálunk kapnak az emberek, bolygószinten sehol nem kapsz. És akkor láttátok, ott magamról föl voltak téve dolgok, van elég múltam. Jó? Nem most kezdtem az emberek tanítását. De lényeg az, hogy nem működik úgy az ember fejlődése, hogy nincs minta, nincs jó minta, és nincs tudás. És nincs
egy olyan közösség, ahol ezt a mintát és a tudást az ember megkapja. Tehát leginkább úgy lehet tanulni, leghatékonyabban, hogy együtt tanulunk. Mindig az a leghatékonyabb tanulás, ha együtt tanulunk. Tehát kipróbáltuk már mindenfélét, mindig az a leghatékonyabb, ha együtt csináljuk. Kipróbáltuk például a meditálást, együtt sokkal hatékonyabb a meditálás, mint külön-külön. Sokkal. Tehát mindent, ha az ember együtt csinál, a szellemi dolgok is, a fizikai dolgok is, együtt sokkal hatékonyabb. Érted? Megnézed, az emberek, ha együtt dolgoznak közösen, sokkal jobban érzik, fizikai munkában is, sokkal jobban érzik egymást, mint hogyha egyedül dolgoznak. Hát az ember egyedül hamar elunja magát. De együtt sokkal jobban megy a munka. Érted? Tehát az emberek egymást tudják együtt lelkesíteni. Téged ki lelkesít egyedül, ha egyedül vagy? Senki. Oké? Tehát egy olyan kidolgozott rendszerünk van, amit nem most kezdtük el, ezt a fajta képzést 14 éve csináljuk. 14 éve. Nem most kezdtük. És én képezek embereket 93 óta. Azt sem most kezdtem. Emberekkel foglalkozok, mint láttátok, 87-től. Jó? Úgyhogy, ha úgy látod, hogy szeretnél az életeden változtatni, nem olyan lenni, mint amit a szüleid neveltek, akkor jó helyen vagy. Ha úgy akarsz maradni, hogy a szüleid neveltek, akkor maradj úgy, ahogy a szüleid neveltek. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!